Rendkívüli jogrendről, veszélyhelyzet elrendeléséről, illetve az otthoni karantén szabályairól is dönthet mai ülésén a kormány. Ezt reggel nyilatkozta az M1-nek Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormány továbbra is szeretné megelőzni, hogy csoportosan megjelenjen a koronavírusos megbetegedés Magyarországon. Ezért a mai ülésen tárgyalnak azokról a javaslatokról, amelyeket az operatív törzs tett. Közben itthon 13-ra nőtt a koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. Az új beteg egy magyar nő. Napok óta elkülönítve volt a Szent László kórházban, közeli kapcsolatban állt azzal a brit férfival, akit Debrecenben ápolnak. Egy hete jelent meg itthon a koronavírus, rögtön két embernél, iráni egyetemistáknál mutatták ki. Mostanra 13-ra nőtt a fertőzöttek száma, 8 iráni, 4 magyar és egy brit állampolgár kapta el bizonyítottan a kort. Karanténban csak nem 70-en vannak, köztük 16 egészségügyi dolgozó. Ők tünetmentesek, az első tesztjük negatív lett. Azért végeznek vizsgálatokat náluk, mert kezelték és műtötték a legsúlyosabb állapotú fertőzöttet, egy 70 éves magyar férfit. Rendkívüli jogrend bevezetését az operatív törzs indokoltnak látja. Rendkívüli jogrendről, veszélyhelyzet elrendeléséről dönthet a kormány az operatív törzs javaslatára, jelentette be az M1-en a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, az intézkedések között szerepelhet például a határok lezárása, otthoni karantén bevezetése és nagyobb rendezvények megtiltása. A határok lezárása az Olaszországból érkezők előtt, magyarok esetén természetesen magyar állampolgárok Olaszországba is bejöhetnek, de ebben az esetben automatikusan karanténba kell vonuljanak. Ezek olyan intézkedések, amelyek szerintünk a járvány terjedésének megakadályozását szolgálják. Szintén az operatív törzs azt javasolja a kormánynak, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltsa meg. Gulyás Gergely kiemelte, hasonló intézkedésekre korábban árvíz idején volt példa, de most ezeket az egész országra kiterjesztetik. Az a cél, hogy megfékezzék a vírus további terjedését. Azt szeretnénk, hogyha továbbra is megakadályozható lenne az, hogy csoportosan megjelenne a betegség Magyarországon. Nem tudjuk, hogy ez így lesz, de mindent meg kell tenni ennek érdekében. Ezért szintet kell lépni a védekezésben. Az operatív törzsnek az a javaslata, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet rendeljünk el Magyarországon. Ez lehetővé teszi azt, hogy a házi karanténokat is el lehessen rendelni, a védekezéshez megadja a szükséges eszközöket. Erről kell a kormánynak dönteni. Nagyon szeretném kiemelni az egyéni felelősséget. A járvány terjedésének megakadályozásában kiemelt szerepe van az egyéni felelősségnek. Erről beszélt kedden az országos tiszti főorvos. Müller Cecília arra kérte a veszélyeztetett területről hazaérkezőket, hogy 14 napig maradjanak otthon, és a gyerekeiket csak küldjék közösségbe. Felelős magatartást tanúsítsanak, hogyha ismerjük az utazási anamnézist, netán tünetek vannak, akkor megvan az aktuális eljárási rend, ha pedig nem, és megtehetik, akkor javaslom azt, hogy járványos területről érkezvén 14 napra inkább maradjanak otthon, ne látogassák a munkahelyeiket. Az operatív törzs az iskoláknak azt tanácsolja, hogy ne tartsák meg zárt térben a március 15-i ünnepségeket. A 60 év felettiektől pedig azt kérik, hogy kerüljék a tömeget. Szeretném felhívni a leginkább érintett korosztályok figyelmét arra, hogy lehetőség szerint a 60 év fölötti állampolgárok kerüljék a közösségi rendezvényeket, és ne menjenek jelentős tömeget vonzó rendezvényekre. A kórházak pontos eligazítást kaptak, mi a teendő a fertőzött betegekkel, és arra kérték őket, hogy minden esetben tartsák be a szigorú eljárásrendet.